Sziasztok, ez itt a Showstone Noise, október 3-a van 2014-ben, és két nagyszerű fiatal embert láttunk vendégül, Raúlt és Horváth Tamást. Sziasztok, hogy éreztétek magatokat? Sziasztok, szia! Szia! Kezdte? Jó, kőpapírolló. Oké, tegyeztétek ezt. Na, tehát nagyon jól éreztük magunkat, sokan voltak, de képet csak ketten csináltak velünk. Nem, nagyon jól éreztük magunkat, szerintem jó buli volt, videó is készült róla, azt mondta az úriember a kamera mögött, hogy majd lassan azt is látni lehet. Így van, mindig ilyen nagy ovációval fogadnak titeket, mert azért úgy látom, hogy itt Nyíregyházán elég nagy. Az az igazság, hogy Nyíregyházára és környékére sokat járunk. Nyíregyházán már nem tudom megszámolni, hányszor voltunk, de az az ováció, ami minket itt ér és a környéken, ez nekünk fantasztikus érzés egyébként. Hát most ez olyan hülye hangzik, ha azt mondom, hogy ó, hát mindenhol minket akkora ováció, hogy nem. Ezt így nem mondhatom, de hála jó Istennek, ahol eddig megfordultunk, ott mindig nagyon nagy szeretetet kaptunk a közönségtől. És hát Nyíregyháza, az most már lassan úgy emlegettem a múltkor a Facebook oldalomon, és ezt szabad mondanom, ugye? Tehát a Facebook oldalomon is úgy írtam, hogy na, megyünk haza a második otthonunkba, mert már annyit vagyunk Nyíregyházán, és az itteni közönség nagyon szereti a zenénket, amiért mi nagyon hálásak vagyunk, úgyhogy ide nagyon jó érzés jönni mindig. Ez igazán jól hangzik. Hol láthatunk titeket legközelebb? Merre mentek? Innen gondolom most haza, de utána a következő hetekben már találkozunk. Figyelj, egyébként nagyon közel vagyunk, úgy körülbelül 3 órára, tehát így 350 km a szomszédban vagyunk, de nem tényleg jó érzés ide járni. Tehát, erre válaszoltok? Nyugodt szívvel. Horváth Tamás és Raúl, tehát Horváth Tamás és Raúl.hu. Ott megtalálható a fellépéseink, hogy mikor, hol lépünk fel. Így van, tehát a fellépések, illetve hát a közös nagy durranás az igazából novemberre tervezünk egy videoklipet, ami ismételten Horváth Tamás és Raúl formáció, ennek a dal címeit is elárulhatjuk, Akarlak téged. Ez lesz, és már nagyon várjuk ezt a dalt, ugyanis ezzel a dallal együtt, így november környékén, így karácsony előtt ki fogunk adni egy CD-t. Ma már nagyon kevesen adnak ki, múltkor a Nyíregyházi Rádióval beszéltük egyébként pont ezt, hogy manapság nagyon kevesen adnak ki CD-t. Hát mi megtesszük azért ezt a lépést, mert egyrészt nagyon szeretnénk kiadni egy korongot, amit a kezünkben is foghatunk, másrészt azon a lemezen lesznek olyan dalok is, amik eddig még nem jelentek meg, tehát olyan zenék, amik frissek és még amit nem ismernek a rajongók. Úgyhogy mi nagyon-nagyon készülünk erre a dologra. Jó, bepromoztam magunkat. Úgyhogy, ja. Beszéljünk kicsit arról, hogy mi az, ami motivált titeket, példaképek. Kik azok, akikre igazán felnéztek? Kezdte. Nekem a legnagyobb példaképem az Drake, ő egy amerikai rapper. Hát nagyon szeretem a stílusát, a zenéit, mindegyiket kívülről fújom. Hát azt nem mondom, hogy azt képviseli, amit mi vagy én, de mindenféleképpen csak őt hallgattam egész nap. Hát így van. Drake, ilyen nappal lesz. Drake. Nem egyébként... Igazából most arra gondoltam, hogy az egész mellkasomra így rávarratom a fejét. De milyen lenne már tényleg? Na milyen? Jó. Beszéljük. Tehát én engem, ami inspirált, mert gyerekkorom óta az Michael Jackson, ezt nagyon szeretem. Igen. Hát nagyon. Michael Jackson egyébként nagyon-nagyon nagy forma volt, én nekem ő az, aki a minden. És erre nem is tudok többet mondani, ő a minden. Kedvencenek? Michael-től? Mondjuk tőle. Hát most jelen pillanatban egyébként, ha nem Michael Jackson mondom, mert Jacksonnal a kapásból föl tudok neked 30-at sorolni, amit nagyon szeretek, vagy többet. De inkább azt mondom, hogy mostanában nagyon sokat hallgatok Stromát, ami szerintem sok embernek annyira nem ismerős. Mert megmutatta neked egy tök jó frankok is gyerek. Milyen érzés az, hogy ha jól tudom, ugye a YouTube listáján a második és a harmadik helyet is ti foglaljátok el, csak majd előzöttnek titeket és Curtis, hogyan fogadtátok ezt a hírt? Egyrészt nagyon-nagyon jó, tehát mi nagyon örülünk a második-harmadik helynek. Igazából már olyan mindegy, hogy első vagy második, mert igazából az, hogy már ott vagyunk, mi meg szeretjük Majkát és Curtis, nagyon szeretjük a zenéjüket, és mi örülünk nekik, hogyha ők az elsők, mi senkitől nem sajnáljuk a helyet, tényleg nagyon szívesen mondom ezt komolyan. Fú, de össze-vissza beszélek, sok pálinkát ittam. Na mindegy. Egyébként viccet félretéve nagyon nagy érzés. Tehát nagyon nagy érzés, nagyon nagy elismerés ez.
Azt azért mindenképpen hozzá kell tegyük, hogy mindenféle média nélkül jutottunk el idáig, és most az, hogy az idei nyáron a 2014-es nyarat egy második és harmadik helyet tölthettünk meg mi, és ez a nevünkhöz főződik. Hozzá kell tegyem, hogy a Children of Distance szerepet játszott ugye a második dalban, ugye a Vége című számról beszélek, és jó érzés volt velük is egy jó feat-et alkotni, és jó volt velük egyébként zenét csinálni. Így van. Úgyhogy nagy élmény volt. Hát hihetetlen ez az egész, mert mióta Tomival úgy komolyabban úgy összeállt ez a formáció, azóta megállás nélkül szerintem megállás nélkül az artistus listáján vagyunk. Így van, tehát azóta mindig ott vagyunk ebben a top 20 listában. És hál' Istennek nem is egy dallal. Hihetetlen, hogy körülbelül az összes dalunk szerepelt rajta, amit kiadtunk klipbe. Így van, eddig. Gondolkozzál rajta? Elgondolkoztam. De az összes. De tényleg van, nem az összes. Tényleg? Hát nem az összes. Az első kettőt, azt ne vegyük bele. Igen, de egyébként... Mert azután jártunk komolyan ebből össze. Ezt most így beszéljük meg, jó? Fé, milyen jó lenne most ezt így eltekernéd, és tudod, mint a kazetta. Hogy ilyenkor ilyen magas, csipogó hangon, és akkor a lényegnél megállítjátok. Tehát nagy élmény, és nagyon nagy elismerés mindenképpen. Mi igazából tényleg akármennyire elcsépel Duma, akármennyire nem, mi tényleg annak köszönhetjük ezt, hogy ennyi ember megnézi a videóklipjeinket. Semmilyen média nem áll mögöttünk, és mi nagyon örülünk neki, hogyha a rádiók vagy a televízió saját magától elkezdi játszani a zenénket. Mi annak nagyon-nagyon örülünk, hallottuk is, hogy most már egyre több helyen ugye játsszák, amiért szintén nagyon hálásak vagyunk. Mi ezt csináljuk továbbra is, megírjuk a kis érzéseinket, amik szépen kijönnek belőlük. Egyébként így írjuk a dalokat. Mindent mi csinálunk, komolyan mondom, A-tól Z-ig, még a klipet is mi rendezzük, úgyhogy ez belőlünk jön kőkeményen. Gratulálok hozzá! Köszönöm szépen! Beszéltetek az előbb, hogy megjelenik majd az új lemezetek. Hosszabb távon milyen terveitek vannak? Hát a lemez után mi csinálunk még egy lemezt. Ez az igazság, hogy... Meg szerintem adunk ki klippet is. Igen, ezt is fogjuk csinálni. Mi a zenével szeretnénk foglalkozni. Nézd, én tudom jól magamról, hogy én nem nagyon értek máshoz. Ezen kívül nekem a zene a legfontosabb dolog az életemben, nekem ez minden időmet kiteszi, meg elveszi. Én a zenébe kelek, fekszem le, gyerekkoromot a zenélek. Raúl rappel az ott, amit... Hát én balettművész akartam lenni, csak nem jött össze. Igen, nem jött össze neki a balettművészet, meg az a tütüke nem állt jó neki. Csoki puszi, pápá! Hogy mellettem vagy, az életem egy álom lett, a mindenem te vagy.